Hát az biztos, tehát nagyon sikeres olimpia volt, és szerintem nem csak az olimpiát kell nézni, hanem nagyon sok más sportesemény volt idén, ami szerintem említésre méltó, illetve voltak kiemelkedő teljesítmények. Hát ember legyen majd a talpán, aki tudja, hogy kire adja le a voksát. Remélem, hogy esetleg mi is ott leszünk a díjazottak között, de szerintem vannak nagyobb nevek előttünk a névsorban. Te magad kire szavaznál, akár csapat, akár más kategóriában? Csapatban szerintem én a kézilabdásoknak adnám a voksomat, mert hát tényleg amit az Európa-bajnokságon is csináltak, én a tévé előtt folyamatosan szurkoltam a kisgyerekemet halálra, rémítettem, akkorákat üvöltöttem, felugrottam a tévé előtt. Egyéniben, hát nem tudom, azt inkább nem mondom. Vannak edzők, szövetségi kapitányok is. Kézenfekvő lenne, hogy szerintem a Storzbotonnak adnám a szövetségi kapitány, mert különösen kiállt az elveim mellett, amikor minket is támadták a nő-4-essel kapcsolatban is, hogy miért ez a 4-es, vagy miért hagyta ki azt az embert, ugye a férfi 4-essel kapcsolatban is olyan sárdobálások mentek, hogy nem ez a legjobb 4-es, döntőbe se lesznek, de a Botond kiállt emellett a formáció mellett, és szerintem mondhatom azt, hogy bejött neki minden egyes húzása. A női négyesek kapcsolatban pedig, tehát az utóbbi 4 évben mindig vagy világbajnokok lettünk, vagy pedig olimpiai bajnokok, tehát egyik legsikeresebb szövetségkapitány. Úgy tűnik, hogy a csapatok versenyében ugye az első helyért nagy harc folyik a női kajak 4-es, illetve Dombi és Kökény között, feltehetőleg az első hely ott fog eldőlni. Elképzelhetőnek tartott, hogy a harmadik helyre is a kajakkenu adjon egy egységet, nevezetesen a ti ezüstérmes 4-eseteket? Ez úgy már lehet, hogy elég sűrű lenne, hogyha 3 kajak egység állhatna a dobogó mind a 3 fokára. Ilyen még nem is volt, hát 55 év alatt. Úgyhogy nem is tartom valószínűleg. Hát akkor viszont, ha megkérdezhetem, nyilván nagyon jó kapcsolatot ápolsz az említettekkel, Dombiékkal is, illetve a női kajak 4-es tagjaival. Ha neked lenne lehetőséged, vagy mondjuk úgy magának a kajakkenu sportnak, hogy megválaszza az év csapatát, akkor mit gondolsz, melyik irányba billenne el a mérleg? Úgy gondolom, hogy azért billenhet a Rudiék felé a mérleg, mivel kajak 2-es 1000 méteren nem nyertek még olimpiát, ők az elsők ebben a számban a magyarok közül, és szerintem ez egy elég fontos meghatározó momentuma. De az se lényegtelen, hogy a női kajak 4-es 20 éve nem nyerte meg ezt a számot, csak mindig üldözte a németeket. Hát igen, az is régen volt, viszont ahhoz nézzük, hogy kajak 2-esben férfiaknál meg soha nem nyertek, akkor azt hiszem, hogy húzósabb